Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Rugalmasabb lesz a szakképzés, alapképesítést csak az iskolákban lehet majd szerezni. Leszúrtak egy férfit Tamásiban, 3 év után sincs felelőse a halálesetnek. Égbeszökő árak, van olyan zöldség, ami másfélszeresére drágult 1 év alatt. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Jelentős átalakulás előtt áll a szakképzési rendszer Magyarországon. Jövőre megszüntetik az országos képzési jegyzéket, és egy teljesen új rendszert állítanak fel. Az egyik fő változás, hogy szakmai alapképzés csak a szakképző iskolákban folyik majd. A szakértők szerint az új rendszer rugalmasabb lesz, és jobban igazodik majd a munkaerőpiaci igényekhez. Jövőre megszüntetik az országos képzési jegyzéket, és egy teljesen új rendszert állítanak fel, mondta Pölöskei Gáborné a szakképzésért és felnőtt képzésért felelős helyettes államtitkár. Egy átláthatóbb rendszer kezdi majd meg a működését, kommentálta a hír Dömötör Csaba, a Szekszárdi Szakképzési Centrum kancellárja. A rendszer korszerűbbé válik ezzel, mint a jelenlegi állapot, mert egyértelműsödik, hogy mi az, ami az iskolai alapfeladat, és azt az iskola csinálja, és mi az, ami a rugalmasságot hozza be a rendszerbe. A tervezet szerint az alapszakmákat ezentúl kizárólag az iskola rendszerben lehet majd oktatni, a felnőtt képzésben viszont nem lesz korlátozás. Ebben a rendszerben ez azt is jelenti, hogy nekünk is rugalmasan kell gondolkodni, nekünk is folyamatosan figyelni kell a bejövő igényeket. Ez egy elvárás is az iskolákkal, a szakképző iskolákkal szemben, és egy teljesen jogos elvárás, hogy egy keresletvezérelt szakképzési rendszernek meg tudjunk felelni helyben. Az új módszer alapján a ma közel 700 szakma lecsökken 250-300-dal a képzési rendszerben. Például a szakképzési centrumban a mai 4 féle asztalos szakma képzését jövőben egy alapképzés keretében oktatják majd, és a specifikációkat már bármely szakképző intézmény elvégezheti. Nekünk az iskolában erre készülni kell, hiszen ugye át kell gondolni majd, ahogy megjelennek az ehhez kapcsolatos követelmények, nekünk át kell gondolni a helyi tanterveinket, a pedagógiai programunkat, erre készülünk előzetesen. Dömötör Csaba véleménye szerint egy a mainál sokkal rugalmasabb, rövidebb idejű, speciális szaktudást nyújtó szakmai képzést lehet majd szerezni, ami sokkal jobban igazodik majd a munkaerőpiac helyzetéhez és igényeihez. A pedagógus hallgatók fele még azelőtt elhagyja a pályát, mielőtt tanár vagy tanító lehetne. A Népszava azt írja, hogy a 2018-2019-es tanévben 12.600-an kezdtek meg valamilyen pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges képzést, diplomát viszont már csak 8.000-en szereztek, a pedagógus pályára lépők száma pedig éppen hogy csak meghaladta a 6.000-et. A pedagógusok demokratikus szakszervezete szerint a jelenség hátterében az áll, hogy egy kezdő pedagógus ma bruttó 180.000-et keres, más területen tanári diplomával ennél jóval többért lehet elhelyezkedni. Összesen 979 orvos és fogorvos kért tavaly külföldi munkavégzéshez hatósági bizonyítványt az Állami Egészségügyi Ellátóközpont 2018-as adatai szerint. Az orvosok között 50-nel csökkent, a fogorvosok között viszont nőtt a külföldi rendeléshez igazolást igénylők száma. Csaknem 500 szakdolgozó is más országba távozott. A migráció csökkenése a rezidensek és szakorvosok szakszervezete szerint annak is betudható, hogy az elmúlt években voltak pozitív döntések az egészségügyi dolgozók bérével kapcsolatban, több lépcsős béremelésen vannak túl a szakdolgozók és az orvosok esetében is. Van olyan szezonális zöldség, ami másfélszer drágább most a piacokon, mint 1 évvel korábban. Kivétel nélkül minden gyümölcs és zöldség sokkal többbe kerül, mint tavaly. Az eladók szerint a háttérben az idei év kifejezetten kedvezőtlen időjárása áll. Sokan válogatták a csemege kukoricát ennél az árusnál a szekszárdi piacon. Nem csak ezért jöttek ide a vevők, itt a dinnye is akciós volt. 220 forintért lehetett venni a görög fajtájából, még a legtöbb árusnál még mindig 300 forint körül van kilója. Van olyan zöldség és gyümölcs, aminek az ára között még ennél is nagyobb eltérés van, attól függően, hogy hol veszi meg az ember. Fehérrépát például találtunk 400 forintért és 1800-ért is. Mégis hiába lehet kapni olcsóbb és drágább zöldséget is, abban minden vevő egyetért, hogy a szezonális termékek árai hatalmasat nőttek 1 év alatt.
És gyönyörű áru van, de drága. Minden drága. Szépek. Na, hogy lehet, mi az, ami a legnagyobb a drágot, mondjuk tavaly? Hát, minden a burgonya, a hagyma, a fokhagyma, paprika mondjuk már elég jó. Minden a világon, azt kell mondjam. És valóban minden drágább lett a piacokon. A burgonya, a paprika és a paradicsom, valamint a gyümölcsök is több mint ötödével kerülnek többe, mint tavaly nyáron. Minden drága, nekünk főleg. Nyugdíjas vagyok én például, nekem drága minden. A drasztikus áremelkedést az eladók sem tagadják. Azt mondják, az idei év kifejezetten kedvezőtlen időjárása áll a háttérben. Nagyon rossz az időjárás. Úgyhogy most is a szárazság. Ha meg esik, akkor annyi esik, utána meg. Úgyhogy nagyon nem jó. A legnagyobb mértékben egyébként a gyökérzöldségek és a hagymafélék drágultak. Ezek most nagyjából másfélszer annyiba kerülnek, mint egy évvel ezelőtt. A MOL 6 forinttal 391 forintra csökkentette a 95-ös benzin, és 4 forinttal 396 forintra a gázolaj nagykereskedelmi árát szerdán. Az üzemanyagok ára legutóbb múlt pénteken változott, akkor a gázolaj literje 2 forintos emeléssel 400 forintra nőtt, a benziné 397 forint maradt. Az autósok 50 forintos különbséget is tapasztalhatnak a töltőállomások árai között. Kigyulladt egy családi ház melléképülete szerdán Faddon. A lángok az épület tetőszerkezetére is átterjedtek, közölte a katasztrófavédelem. A tolnai önkormányzati, a faddi önkéntes és a paksi hivatásos tűzoltók fékezték meg a lángokat. Oltás közben egy gázpalack is felrobbant a melléképületben, egy másikat pedig a tűzoltók hoztak ki a lakóépületből. Személyi sérülés nem történt, és lakosságvédelmi intézkedése sem volt szükség, az ingatlan továbbra is lakható. Sok a kérdőjel egy 3 évvel ezelőtti haláleset körül. Egy 23 éves tamási férfit szúrtak le. A rendőrség emberülés miatt indított nyomozást, és a férfi 23 éves élettársát gyanúsították a gyilkossággal. Ám végül az ügyészség, majd a főügyészség is megszüntette a nyomozást, mivel nem sikerült kideríteni, hogy milyen események előzték meg a szúrást. A férfi családja a Reménytelen Ügyek Harca Jogvédő Egyesülethez fordult, hogy kiderítse az igazságot. 3 évvel ezelőtt rejtélyes körülmények között halt meg egy 23 éves férfi Tamásiban. A halálát kéztudás okozta, ez az, ami biztos. A rendőrség emberölés miatt indított nyomozást, és a férfi 23 éves élettársát gyanúsították. Ám végül előbb az ügyészség, majd a Tolna megyei főügyészség is megszüntette a nyomozást, mivel nem éltek egyértelműen bizonyíthatónak, hogy a nő szándékosan szúrta le a párját, ahogy az eset körülményei sem voltak tiszták. Ami biztos, az az, hogy egy szívtájéki mellkasi szúrást adott le, egy kb. 7,5 cm pengehosszúságú késsel a gyanúsított. Azonban azt, hogy ezt közvetlenül milyen esemény sor előzte meg, ezt nem lehetett rekonstruálni az egymásnak ellentmondó bizonyítékok alapján. Tovább nehezítette a nyomozást, hogy a nő látleletekkel bizonyította, hogy a megölt férfi korábban többször is megverte őt. Ám az, hogy a nőt a kéztudás előtt bántotta volna a férfi, aki ezzel próbálta meg elhárítani önvédelemből, szúrta bele a kést, vagy másként történt a halált okozó támadás, nem lehetett kideríteni, mondta kis Ivet. Csak azt sikerült megállapítaniuk a nyomozóknak és az ügyészségnek, hogy előtte dulakodtak. Azt, hogy közvetlenül milyen esemény sor előzte meg magát ezt a szúrást, esetleg akár a gyanúsított, akár a sértett lehetett-e és volt-e jogos védelmi helyzetben, ezt nem lehetett kétséget kizáróan megállapítani. A leszúrt férfi családja a Reménytelen Ügyek Harca Jogvédő Egyesülethez fordult, hogy kiderítse az igazságot. A bíróság dönt majd arról, hogy újabb nyomozás indul-e az ügyben. Akár 5 év börtönt is kaphat az a nagymányoki férfi, aki azért tölte fel volt barátnője e-mail fiókját és használta Facebook oldalát, hogy onnan fenyegető leveleket küldjön a nőnek és új párjának, ám lebukott. Furcsa dologra lett figyelmes idén tavasszal egy külföldön élő nő. Először azt vette észre, hogy nem tud belépni a Facebook oldalára, majd onnan az ő nevében küldött valaki szitkozódó trágár üzeneteket jelenlegi párjának, illetve ő maga is kapott ilyen leveleket. Ekkor fordult a bonyhádi rendőrkapitánysághoz. A rendőrök kiderítették, hogy a nő volt párja áll az ügy mögött. A kollégáim az eljárás során számos bizonyítékot szereztek be, és megállapították, hogy a bűncselekmény elkövetésével egy nagymányok
nagybányóki férfi gyanúsítható, aki korábban a feljelentő élettársa volt. A nagybányóki férfi először feltörte a nő e-mail fiókját. Megváltoztatta a jelszót, és azon keresztül kért a Facebookhoz egy új jelszót. A férfi mindezt azért tette, hogy a volt barátnője nevében küldjön fenyegető üzeneteket a nőnek és új párjának. Így akarta elérni, hogy ne tudják beazonosítani a levél íróját. Ám a rendőrök gyorsan kiderítették, hogy ő áll az ügy mögött. Végül beismerő vallomást tett. Az elkövetőt több rendbeli információs rendszer vagy adat megsértése miatt vonják felelősségre, amiért akár 5 év börtönt is kaphat. Hetente 230 véradóra lenne szükség Tolna megyében, ez a szám viszont a nyaralások miatt nem mindig jön össze. A Magyar Vöröskereszt munkatársai ezért már egyre több fesztiválon is jelen vannak. Énekelek is, táncolok is, bármi. Jókedvűen adott vért ez a nő néhány hete. Ő azok közé tartozik, akik nyáron is rendszeresen segítenek így másoknak, pedig az évnek ebben az időszakában a nyaralások miatt kifejezetten nehéz megszólítani a véradókat. Éppen ezért a nagyobb Tolna megyei fesztiválokon is ott vannak a Magyar Vöröskereszt munkatársai. A Bátaszéki Bornapok vagy a Bonyhádi Tarkamarha Fesztivál már évek óta azok közé a rendezvények közé tartozik, ahol lehet vért adni. A jó érzésű emberek, ha lehetőség van erre, és főleg a rendszeres véradók, akkor és ott, ha bizonyos időszakon túl nem adtak vért, akkor elmennek és vért adnak. Tolna megyében hetente nagyjából 230 véradóra lenne szükség. A nyári időszakban ez a szám nem mindig jön össze. A Vöröskereszt ezért az évnek erre az időszakára rendszeresen külön kampánnyal készül. Mindenki kap egy névre szóló nyereményszelvényt, melyet ha a www.vöröskereszt.per/nyar.hu oldalon feltölt, akkor akár értékes nyereményeket is nyerhet. Ezen a héten Harcon és Siolgárdon tart véradást a Vöröskereszt, jövő héten pedig a Tolnai Magházban. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Népszerű a családvédelmi akcióterv, megnőtt a kereslet a használt lakások iránt. Átlagos mennyiségű szőlőt szüretelhetnek, a változékony időjárás nem tett kárt a gyümölcsben. Pár nap alatt 50 tűzesethez vonultak Baranyában, emberi gondatlanság okozza a szabadtéri tüzek nagy részét. A kormány által meghirdetett családvédelmi akcióterv érezhetően sikert aratott a fiatal házasok, családosok körében. A legnagyobb érdeklődés a nagycsaládosok kedvezményes autóvásárlására, a babaváró hitelre és a csok kedvezményeire van. Az ingatlan piac már is élénkülést mutat az elmúlt 2-3 hónaphoz képest, elsősorban a használt lakások tekintetében. Az elmúlt hónapokban sokan várták már a családvédelmi akcióterv bővítésének feltételeit. A program részleteinek július 1-jei kihirdetése óta rengeteg nagycsaládos, fiatalházas és kisgyermekes család tájékozódott a különböző szervezeteknél. Az autóra nyújtott támogatás az a nagyon sok családnak fog segíteni. Ami most nálunk így a legtöbb kérdést felvet, ez a babaváró hitel, és nagyon örülünk, hogy azt tudjuk mondani a fiataloknak, hogy ez mindenre felhasználható, tényleg bármire elkölthetik, és ez egy olyan kezdőlökés, hogy mi a család élet szépségére próbáljuk minden módon felhívni a figyelmet, és nyilván egy ilyen dolog egy nagy biztonságot adhat számukra. Megélénkült az ingatlan piac is a hónap elejétől. Somogyban, a Balaton térségében a szakemberek szerint az elmúlt 2-3 hónapban mindenki kivárt, kicsit leült a piac, de a csok bejelentésével újra megnőtt a kereslet, elsősorban a használt lakások iránt. Amit mostanában eladásra szántak, annál már tapasztaltunk, még a második-harmadik bejebeső településeknél is egy olyan 10-20%-os növekedést. Tehát ott mindenképpen... És ez természetesen a családtámogatási rendszernek köszönhető, hiszen megnőtt ezekre a házakra a kereslet. A szakértő szerint érdekesség, hogy a fiatal házasok, családosok még közvetlenül a tópartján sem az új építésű lakásokat keresik, hanem inkább a használt, kevés felújítást igénylő és gyorsan beköltözhető ingatlanokat részesítik előnyben. Átlagos mennyiségű termés ígérkezik idén a szőlősökben. A szakember azt mondja, a változékony időjárás szinte egyáltalán nem ártott a gyümölcsnek. Azonban a kártevők a csapadékos időszakban könnyebben megtámadták a fürtöket, így azok ellen védekezni kell.
Az elmúlt hetek, hónapok szélsőséges időjárása a mezőgazdaság legtöbb területén károkat okozott. Azonban a szőlőről ez nem mondható el. A szakember szerint bár a gyümölcs minőségét még korai lenne megítélni, a mennyiségre egyelőre nem lehet panasz. Átlagos termés ígérkezik, amit a szokásos rendszerint lehet majd szüretelni. A szőlő, hál' Istennek, most pontosan ott van, ahol lennie kell, mármint érési szempontból. Ugye, amikor azok az óriási nagy melegek voltak, akkor gondoltuk, hogy most akkor meg augusztus közepén le kell szedni majd a nagy részét, de most az utána visszahűlés azért ez most helyre tette az érési folyamatot, úgyhogy most körülbelül ott állunk, ahol kell. A rendkívül csapadékos időjárás azonban a kártevőknek kedvezett. A júniusi esőzések két gombafertőzéssel is sújtották a szőlő ültetvényeket. A lisztharmat, illetve hát a peronospóra az támadt. Ezzel ellen védekeznünk kellett. Van, ahol van nyoma, tehát ahol már látszott a gombabetegségnek a káros kártétele, de most ez megállt. Úgyhogy reménykedünk, hogy a nagy kárt nem csinált. Ezek mellett még mindig fellelhető az amerikai szőlőkabóca. A rovar az úgynevezett aranyszínű sárgaságbetegséget terjeszti. A szakember azt mondja, ez a kártevő akár egy teljes gyümölcsöst képes elpusztítani mindössze egy év alatt. Védekezni pedig csak a június végi, július eleji időszakban lehet ellene, amikor a lárvák kikelnek. A kifejlett rovart szinte lehetetlen kiirtani. Bár az idei érési időszakban csak elvétve találkoztak a gazdák kabócákkal, érdemes odafigyelni a szőlőtőkék fejlődésére. A nyári kánikulában az erdők, a parlagon lévő területek tűzesetek forrásává válhatnak. A tűzoltóknak 50 kivonulást kellett végrehajtaniuk pár nap alatt Baranya megye területén, viszont a nyár elejétől mostanáig az esetek felénél kellett csak tüzet oltaniuk. Ezek mind az emberi gondatlanságból származtak. Bizonyára sokan emlékeznek arra, hogy február végén, március elején napokon át folyamatosan riasztották a tűzoltókat erdővegetációs tüzek, gazégetések okozta tüzek miatt. Ekkor fél százszor vonultak ki a Baranya megyei katasztrófavédelmi igazgatóság tűzoltói, hogy teljesítsék hivatásukat. Most a nyár folyamán most azért változó volt az időjárás, most 26 esetben vonultak a tűzoltók ilyen jellegű tűzesetekhez. Azt fontos elmondani, hogy ezeknek a jelentős része az emberi gondatlanság és felelőtlenségre vezethető vissza. Nem tartják be a tűzgyújtásnak a szabályait, amit törvényrendelet határoz meg. A tűzgyújtás szabályokhoz kötött, akár növényi égetésről vagy szabadtéri sütésről legyen szó. Külterületen a vágott és növényi tarló égetése engedély köteles, ehhez az égetés előtt 10 nappal a katasztrófa védelmi kirendeltségen kell engedélyt kérni. Belterületen kerti hulladékot, illetve növényzetet, növényi hulladék égetését azt a levegővédelmi törvény alapvetően tiltja, ezzel a felmentés az önkormányzati rendelet adhat, az önkormányzati rendelet határozza meg, hogy mely időszakban, milyen feltételek mellett, milyen körülmények között lehet növényi hulladékot égetni. Pécsen ez áprilisban és november hónapban lehetséges. Ezen kívüli esetekben, illetve akkor, hogyha ezt önkormányzati rendelet nem szabályozza, akkor tilos a kert és növényi hulladéknak az égetése belterületi ingatlanon. A harmadik szabályozás a tűzgyújtási tilalom, teszi hozzá a szakember. Ennek lényege, hogy a külterületi ingatlanon lévő erdőkben, fásításokban, azok 200 méteres körzetében tilos tüzet gyújtani. Ebbe a kijelölt tűzrakóhelyek is beletartoznak, valamint a tarló és a parlag égetése is tilos. Fontos, hogy mit és mennyit eszünk a kánikulában. Erre figyelmeztetnek a szakemberek. A megfelelő mennyiségű zöldség és gyümölcs bevitelére a melegben még nagyobb szüksége van a szervezetnek. Ezért napközben érdemes salátákat, kisebb kalóriájú ételeket fogyasztani és sok folyadékot inni. Hurka, kolbász, csülök és lángos. A balatoni strandokon ezeket az ételeket keresik a legtöbben. Pedig a melegben lassabb az emésztés, és ezek a zsíros fogások bizony megterhelik a szervezetet. Vannak, akik megpróbálnak odafigyelni a napközbeni étkezésre, de mint mondják, ez nem egyszerű. Igyekszünk azért egészségesen táplálkozni, azért is jöttünk most ide, ismerjük ezt a helyet, és tudjuk, hogy itt nagyon jó a konyha, úgyhogy az első nap tiszteletére választottuk ezt. De a többi napon azért nem ússzuk meg a szokásos lángosos palacsintás verziót sem, tehát azzal is ki szoktuk rúgni a hámból. A hőségben az sem mindegy, hogy mit és mennyit iszunk. A Hankusz család erre is igyekszik odafigyelni. Vizet, leginkább vizet iszunk, az édes, meg szénsavas italokat kerüljük, inkább víz.
A szakemberek is arra figyelmeztetnek, a nyári kánikulában fontos a megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztása, de az sem mindegy, hogy mit iszunk. A cukros italok veszélyt jelentenek a szervezetre. Dr. Veres Zsolt háziorvos azt mondja, a magyarok hajlamosak megfeledkezni az egészséges táplálkozásról a nyaralásokon. Ha strandon vagyunk, akkor sokkal inkább gyümölcsöt kéne, minél többet fogyasszunk, vizet igyunk, vagy természetes szörpöket, és lehetőleg kalóriaszegény ételt. De mindenképp rendes ételt, tehát levest, főtt ételt, semmiképp sem helyettesítjük a gyerekeknél, főleg édességgel, lángossal, palacsintával az egész napot. Ajánlott rövid időközönként keveset enni, tette hozzá a szakember, étkezés után pedig fontos, hogy ne menjünk azonnal a vízbe. A leterhelt szervezet ugyanis fáradékonyabbá válik, amely akár problémákat is okozhat a vízben. És végül nézzük, miről szólt ma a híradó. Rugalmasabb lesz a szakképzés, alapképesítést csak az iskolákban lehet majd szerezni. Leszúrtak egy férfit Tamásiban, 3 év után sincs felelőse a halálesetnek. Égbeszökő árak, van olyan zöldség, ami másfélszeresére drágult 1 év alatt. Csütörtökön folytatódik a túlnyomóan napos, meleg idő fokozódó kánikulával. Csapadékra nem kell számítani. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb csütörtök este jelentkezünk. Viszontlátásra!